Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaui Város Televízió híradóját látják. Híreink következnek röviden. Egy 12 éves kisgyermeket molesztált a visszaeső bűnöző. Támogatásból fejlesztettek a mentőállomáson. A katasztrófavédelem megkezdte az előkészületi munkálatokat. Nyílt napot tartottak a Széchenyi gimnáziumban. Legjobb 8 között a Kézilabda Akadémia. Erőszakos bűncselekményt akart elkövetni egy férfi egy 12 éves kisfiú ellen a városban vasárnap este. A gyermeknek sikerült kiszabadítania magát molesztálója kezei közül, majd egy autóstól kért segítséget. A tettest hamarosan elkapták a rendőrök. Ezen az útszakaszon ment haza az a 12 éves fiú, akit egy 29 éves dunaújvárosi férfi szexuálisan molesztált. A férfi megragadta a karját, befogta a száját és az erdő felé vonszolta, majd felszólította, hogy elégítse ki nemi vágyát. A gyermek miután sikerült a szorításból kiszabadítania magát, elmenekült. Futás közben vette észre az autóst, akitől segítséget kért. A gépkocsi vezető a készenléti rendőrökhöz fordult, akik a fiú pontos személy leírását követően elfogták a tettest. A történtek megrázták a városlakókat. Embertelen jellemre vall az ilyen. Igazán mást normális ember erre nem is tudna mondani szerintem. Szóval kimeríti teljes mértékben az emberi, hogy is mondjam, bűncselekmények közötti legrosszabbat. Szóval egy kiskorút molesztálni undorító dolognak tartom. Teljesen felháborító, hogy itt fényes nappal, vagy nem is tudom pontosan, hogy mikor történt, de hogy itt ilyen megtörténik, hogy egy 12 éves fiút, vagy egy akármilyen kisgyereket itt bárki is molesztálni akar. Nem tudom, hogy akkor az unoköcsémet hogy engedjem le az utcára, hogyha már 12 évesen itt az embereket molesztálják, kisgyerekeket. Férfit a rendőrök a Fejér megyei főkapitányságra állították elő, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, szexuális erőszak elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, majd bűnügyi őrizetbe vették. Úgy tudjuk, a molesztáló a támadás napján szabadult a Váci börtönből, ahol hasonló bűnért évekig ült. 250 ezer forintos támogatásnak köszönhetően fejlesztették a dunaújvárosi mentőállomást. A segítségről és az informatikai eszközökről az állomásvezető Reszegi Imre számolt be. A dunaújvárosi mentőállomás 250 ezer forintos támogatásban részesült, amelyből GPS készülékeket, valamint a mentőállomáson lévő számítógépeket korszerűsítették. Egy 250 000 forint értékű informatikai adományt vehettünk át egy dunaújvároshoz közeli cég adományából, ebből 4 új, teljesen korszerű GPS készülék került az autókban, illetve a mentőállomáson lévő számítógépek korszerűsítése, fejlesztése történt meg. Az adományozó ismerte a mentőállomás helyzetét, ezért is esett a választás a dunaújvárosi egységre. Ismertem a fiúkat, ismertem a helyzetüket, és ezért megkérdeztem őket, hogy van-e valamire szükségük, tudunk-e valamiben segíteni anyagi részbe, és az volt a kérdésem feléjük, hogy olyan dolgot találjanak, ami a mindennapi életbe is tudnak hasznosítani. És pár nap gondolkodási idő után merült fel az ötlet, hogy akkor régi a GPS rendszerük, egy autójukban nincsen, hogy mi lenne, hogyha ezt tudnánk támogatni. A készülékekkel a mentési idő lerövidül, így az életmentők munkájukat még hatékonyabban tudják teljesíteni. A Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a téli felkészüléssel kapcsolatban a közlekedésre, a fűtési szezon és az ünnepekhez kapcsolódó veszélyekre hívja fel a lakosság figyelmét. A katasztrófavédelem pedig megkezdte az előkészületi feladatokat. A téli felkészülés több szervezetet is érint városunkban. A közútkezelő, a Volán, a MÁV és az energiaszektor képviselői közös értekezleten tárgyalták az előkészületi feladatokat, illetve döntésre és javaslattételre jogosult csoportokat hoznak létre. Nagyobb mértékű havazás esetén a helyi vagy akár a megyei védelmi igazgatási szintek beavatkozására is szükség lehet, így ennek a szervezésére és begyakorlására is gondolniuk kell. Mindig a legrosszabb szenárióra készülünk fel, ebbe beletartozik az is, hogy mi van akkor, hogyha méteres hó van, 100 kilométeres szél fúj, ezért minden egyes kockázati helyszínt a megyében megtekintünk, közösen a közútkezelővel megvizsgáljuk, hogy a hófogók ki vannak-e téve, megnézzük azt közösen, hogy a hókotrók, a hóeltakarító gépek, berendezések felkészítésre kerültek-e, egyeztetjük a társszervezetekkel az erőinket, a képességeket, az ügyeleteket, a kommunikációs rendszerünket, az ANTS-szel pedig egyeztetjük azokat az érintetteket, akik esetleg egy hóhelyzetben ellátásra szorulnak, és azt otthon nem lehet megoldani, például a dialízises betegeket,
vagy a szülőnőket, tehát minden adatot igyekszünk begyűjteni, hogy rendelkezésre álljon, hogyha azonnali döntésre van szükség, akkor ezekkel tisztában legyünk. Az alapos előkészületi munkák mellett az állampolgárok is sokat segíthetnek. A közlekedésben az őszi-téli időszak tudatos felkészülést igényel. Mielőtt útba indul valaki, hosszabb távot szeretne megtenni gépjárművel, akkor tájékozódjon arról, hogy milyen idő várható. Ezt a meteorológiai szolgálat honlapján minden esetben megteheti, de a katasztrófavédelem honlapján is közöljük azokat a várható időjárási paramétereket, amik szükségesek ahhoz, hogy fel tudjunk készülni egy-egy ilyen útra. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki felelős családapaként vagy családfőként induljon el egy-egy ilyen útra. Tehát, hogyha én felelek a családomért, akkor nem mindegy az, hogy rövidnadrágba, papucsba indulok el télen, vagy pedig egy jól felkészített gépkocsival, amin téli gumi van, ne adj Isten hólánc, esetleg egy hólapát, illetve van nálam tartaléküzemanyag, vagy egy termosz meleg tea, esetleg egy pulóver, kabát, sapka, hogyha elakad az autó, akkor mégiscsak túlvészeljek néhány órát az autóba. A téli időszak az útviszonyok veszélyei mellett a tűzesetek kockázatát is növeli. A gyertyák, mécsesek, elektromos fűtőtestek, égősorok és egyéb pirotechnikai eszközök egyaránt teremthetnek veszélyhelyzetet. A használati utasítások betartásával, felelősségteljes használatával viszont megelőzhető a baj. Nyílt napot tartottak a Széchenyi gimnáziumban azoknak az érdeklődőknek, akik szeretnék, hogy gyermekük 8 osztályos gimnáziumban folytassa tanulmányait. Még mindig ott járunk, hogy agitálunk, hogy miért jó is a Széchenyiben menni. A Széchenyi gimnáziumban nyílt napot tartottak. Az érdeklődők megismerkedhettek a leendő pedagógusokkal, valamint a szülők kérdéseket is intézhettek az igazgatóhoz. A következő tanévben 32 gyermek számára tudnak helyet biztosítani a 8 osztályos gimnáziumba. Elindult a nyitott napok sora. A 8 osztályos gimnáziumba jelentkező szülők és a gyerekek számára tart ma a gimnázium egy nyitott napot. Ez azt jelenti, hogy a most 4. osztályban járó olyan gyerekek, akik úgy érzik, hogy tanulásban stabilak, és úgy egyáltalán vágyódnak a tudásnak ilyen gimnazista típusú megnyilvánulása irányába, hát őket nagy szeretettel várjuk. A 8 osztályos képzés ugye az egyik 92-ben indult képzési rendszere a giminek, ilyen szempontból a régi hagyományosokhoz képest újszerű, viszont már nagyon-nagyon sok osztály kiment, úgyhogy nagyon sok gyakorlatunk van. Jövő héten a 4 osztályos képzési rendszernek lesz nyílt napja az intézményben. Emelt szinten tanítanak fizikát, matematikát, angolt, németet és humán tárgyakat. A 8 osztályos rendszer ezzel szemben teljesen más. A 8 osztályosnál ott más a rendszer, mert ugye ezek még nagyon pici gyerekek, tehát negyedikesek, de ugyanúgy felvételiznek, és alapvetően megállják a sarat azokkal a nagy gimikkel versenyben, minden képzési rendszer, minden egyes mozzanatában, amit a nagy, úgymond budapesti gimnáziumok vagy nagy egyházi gimnáziumok is vállalnak. Magabiztos játékot nyújtva 38-28-ra nyert, és ezzel a Magyar Kupa legjobb 8 együttese közé jutott a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata. Máté Fieszter tanítványai az egri főiskolások ellen arattak fölényes győzelmet. Papíron idegenben, de mégis hazai környezetben lépett pályára a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt női együttese, mely ezúttal az Eger gárdájával küzdött meg a Magyar Kupa 8-at döntőjében. A mérkőzés egyértelmű esélyesei a hazaiak voltak, akik a közelmúltban már bajnokin is összemérték erejüket mai vetélytársukkal, és akkor 36-25-ös győzelemnek örülhettek. Értem a lányoktól, hogy ezzel tiszteljük meg az ellenfelet, hogy kimegyünk, teljesen komolyan veszük a mérkőzést, kezdő csapattal kezdtünk, tehát nem forgattam fel a csapat. Viszont konkrét feladatok voltak. Én azt kértem a lányoktól, hogy a védekezésnek a megfelelő keménysége az már az első perctől meglegyen. A lehetőség szerint szerzett labdákból pedig nagyon gyorsan induljunk, és a felállt felelőnk támadóját pedig próbáljunk még minden nagyobb iramot diktálni. A találkozó első góljait a Kohász szerezte, és a folytatásban is egyértelműen Ferlingék uralták a meccset, akik könnyedén növelték előnyüket. A második felvonást is jobban kezdték a hazaiak, ám a becsületesen küzdő egriek tartották velük a lépést.
A mérkőzés hajrájában azonban már csak a gólkülönbség volt a kérdés. Nem volt nehéz mérkőzés, mi hát ugye most azért leginkább a szombatra készülünk, akár kimondtuk, akár nem, most már elmondhatjuk, hogy így van, úgyhogy keményebb edzések is voltak, nekünk most oda kell koncentrálni teljesen. Készültünk azért a találkozóra, tehát nem arról van szó, hogy félváról vettük volna, csak tisztában voltunk vele, hogy mi vagyunk az esélyesek, főleg így, hogy itthon játszunk. Úgyhogy megpróbáltunk kiszolgálni a közönséget, hát ez helyek közel sikerült, mert nem volt egy nagyon parázs mérkőzés, de azért remélem, hogy jól érezték magukat. A vendégek részéről a 80-as években városunkban edzősködő, jelenleg az egrieket irányító Herceg Béla értékelt, aki a védekezésbeli hiányosságok mellett egyéb érdekességekre is felhívta a figyelmet. Minden játékosom főiskolai hallgató. Na most, mint ilyen, természetesen megpróbáljuk mi elvégezni azt az edzésmunkát, amit el kell, hogy végezzünk, de magunkkal hordozzuk a fölkerült újoncoknak a mindenféle nehézségét, szemléletbeli nehézségét, felkészültségbeli nehézségét, és valóban így van a mérkőzés való megijedek-nem-ijedek nehézségét. Itt is az történt, szóval ahol közönség van, itt már mi nem vagyunk bátrak. Magyarország megmentői és talpra állítói az első világháborút követően címmel előadást tart Kubinyi Tamás író, művelődéstörténész november 21-én 18 órakor az Evangélikus Templom gyülekezeti termében. A rendezvény ingyenesen megtekinthető. A holnapi időjárásról: csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, és a reggeli átmeneti szünet után ismét többfelé eshet. A nappali hőmérséklet 11 fok körül alakul. Híreink következnek, még egyszer, röviden. Egy 12 éves kisgyermeket molesztált a visszaeső bűnöző. Támogatásból fejlesztettek a mentőállomáson. A katasztrófavédelem megkezdte az előkészületi munkálatokat. Nyílt napot tartottak a Széchenyi gimnáziumban. Legjobb 8 között a Kézilabda Akadémia. Véget ért hírműsorunk, tartsanak velünk holnap is, akkor is friss hírekkel várjuk Önöket, viszontlátásra!